No, itten vagyunk újra az én immáron szokásos uh, angonyagunkkal, amely az önbizalom versus kétség, tehát magyarul önbizalom kontra, <laughs> kontra, milyen szép magyar szó, kontra kétség témájával foglalkozik, amely kérdést az interneten kaptam egy hölgytől, uh, mielőtt belevágnánk, előbb elmondom a szokásos uh, kis felvezetőinket, tehát ad egy, itt kérdésekre válaszlok, nem magamtól kezdek el beszélni, ezt jól tudja. Mindenki kérdést lehet nekem küldeni e-mailen keresztül, bármilyen úton, módon, papíron, akár akárhogyan. Ha tudok, nagyon szívesen válaszolok. Kettő, de a válaszomat nem kell szentírásak venni, van. Én nem egy ilyen demagóg tanítási módszert követek. Én lehetőséget próbálok adni mindenkinek. Szerintem a sokkal messzebbre mutat, mint sem egy merev, kikristályoztatott igazság gyanánt. Épp ezért valahol nehezebb is amúgy. Tehát tudatosabb vagy korlátlanabbnak kell lenni ahhoz, hogy az ember a határtalan lehetőség által tudjon fejlődni. Olykor-olykor végig gondol logikus, mert olykor-olykor azért korlátokba kapaszkodnak könnyebb haladni. Nem is kérdés. Ennek azért csinálom így hogy ne befolyásoljak senkit, illetve hogy mindenki szabadon fejlődésne arra, amire szeretne. Alapvetően jó Isten is ezt csinálja, szerintem mi se érjük be kevesebben. csak viccelek persze. No, um, mielőtt válaszolnék, előtte nagyon szépen szeretném megköszönni azon hallgatóknak az támogatását, akik mind anyagilag, mind az idejükkel, a figyelmükkel, energiájukkal segítenek nekünk abban, hogy ezen előadásokat megtarthassuk, illetve hogy ő, mi mindannyian itt lehessünk és hallgathassuk egymást. Mert látszat ellenére én is hallgatom azt, amit te ilyenkor mondasz. <laughs> um, nagyon szépen köszönjük ő, Szilviának, Zoltánnak, Aurélnak, Andréának, Attillának, Csabának, Melindának és Dórának, hogy időt és pénzt áldoztak ránk mindannyiunkra. No, felolvastam levelet, nem hosszú. Kedves Krisztián, a kérdésem az lenne, hogyan tudok megbízni magamban? Hogyan tudom a kétségeimet saját magam a kapcsolatban figyelmen kívül hagyni? Pozitívan gondolkodok saját magamról és a céljaimról, viszont egyre -egy gyakrabban kezdek kételkedni magamban, és ilyenkor teljesen belemerülök ezen negatív gondolatokba. Ezután elkezdek félni, hogy mi van, ha elcseszem a dolgokat, és általában ekkor el is cseszem a dolgokat egyre nehezebben tudok kimászni ezekből a negatív hullámokból, és amikor sikerül, egyre nagyobb félelmem van, hogy megint elcseszek valamit. További szép napot. No, tehát maga az önbizalom alapvetően kétféle formájáról beszélhetünk. Az egyik az emberi önbizalom, a másik meg egy tudatosabb, vagy emberi szemszemű nézve sokszor tudattalanabb <laughs> De egy kiterjedtebb, valódi önbizalom megélésről van szó. Az ember önbizalom megélésével kezdjük, mert te is itt arra gondolsz, illetve az a terület a probléma. Ugye az a fajta természetes könnyedség, az a fajta. nem gondolok a problémára, csak cselekszemre csinálok, az a fajta önbizalommal te létezés, amit úgy hívunk, hogy ennek az embernek van önbizalma. Az egyrészt egyfajta születési adottság, ez ezen kár ö, problémázni. Te valaki, mint egy valaki tehetséges futásban, úszásban, matematikában, és speciális gondolkodásmódban, zenében, valaki tehetséges ebben. Tehát egyrészt is adottság, másrészt nevel nevelés kérdés teljesen egyértelműen. Tehát a pozitív visszajelzések, mint olyan gyermekkorban. Illetve a, a gyermek ö, cselekedeteinek nem romboló megítélése illetve az, hogyha a gyermeket a szülők a környezete hagy szabadabban mozogni, és nem tör azonnal egy negatív ítélettel a próbálkozásait, ez teljesen egyértelmű, hogy segíti az önbizalom úgymond kialakulását, illetve a meglévő önbizalom nem torzul el. Mert ha az önbizalom eltorzul felnőtt korban, akkor egyfajta nagyon makas, nagyon agresszív, kiha én nem típusú egyén ego válik belőle, mint férfiban, mint nőben, egy elég kellemetlen <laughs> fráter lesz az illető. Um, de hát nagyjából ez a két ö, apróság kell ahhoz, hogy egy gyermek lehet innen Innentől fogva ez a folyamat egészen jól szépen tud haladni, mindaddig még maga a gyermek a nemiség útján meg nem indul. Itt ugye egy különleges új ö, behatások érik, ugye a másik nemtől való ö, viszontreakció, tehát hogy mint férfiként, mint nőként ö, hogyan reagál rá ugye a másik nem, tehát egy kis kamaszkor környékén illetve az, hogy onnantól fogva a világ egy új szemmel tekint rá, ugye férfiként vagy nőként tekint már egy kamaszra. Természetesen nem tekintik felnőttnek, de már, de már a kamaszok már érzik, hogy ugye főleg a, a lányok, hogy már igenis a férfiak már észreveszik őket, és már máshogy veszik észre őket, akár a felnőtt férfiak is, mint eddig. Meg hát, hogy beindulnak a folyamatok, ugye a biológiai folyamatok, tehát akkor, amikor egy, 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 akár még önbizalommal teli gyermek is, fogalmazom így, mert egy gyermek, egy egészséges gyermek nem éli meg az önbizalmat, de nincs önbizalom hiánya sem. <laughs> Tehát természetes módon képviselő magát, és a jelenlétben természetes módon képes cselekedni, nem gondolkodik azon, amit te itt írtál, hogy mi lesz, ha elcseszi a dolgokat. Ez már akkor alakul ki egy gyermekben jó esetben 7-8-9 éves kor körül, amikor már az iskola miatt a teljesítmény, mint olyan már számít. Természetesen vannak fogalmazok, hogy rosszabb estek, amikor a gyermeket már 5-6 éves korában ilyen teljesítmény kényszerben nevelik föl, és akkor már a, ez a fajta folyamat akkor kialakulhat. Tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy, jó esetben ez akkor alakul ki, mikor a kis környékén megindulnak ugye a változások. Tehát mire a gyermek ugye nagyjából megéli önbizalommal fogalmazunk itt erre önmagát, akkor a kamaszkori nemi változásodnak köszönhetően egy olyan új pályára lép, ahol megint tudja azt téli meg, hogy megint teljesítenek kell, méghozzá egy eddig idegen környezetben kell teljesíteni olyan versenyben, amit ugye nem ismer, nem tudja a szabályait, hiszen ő még nő, meg férfi nem volt eddig. Tehát most már ott áll a parton, és Isten igazából nem tud neki segíteni ebbe senki. Még akkor sem, hogyha tegyük fel a szülővel jó viszony tápol, akkor is csak az elméletét tudhatja meg annak, amit apa meg anya mond a felnőtt kor szépségeiről. <laughs> Pláne mai világban inkább a fiatalok hogy saját maguk fedézik fel a dolgokat, a internet is egyáltalán, tehát befele fordulnak ebben a kérdésben is. Na, no, tehát ilyenkor is sérülhet még ez a folyamat. De teljesen egyértelmű, hogy felnőttkor körül, amikor már, amikor már fölfogja az ember 20-22-25 évesen, hogy ő kicsoda, micsoda, hogy a világ kis meg mit lát belőle. És ha azt is fölfogja az ember, noha még nem fogalmazza így meg a legtöbb ember, de azért a tudattalamban a fogalom megjelenik, az, hogy igazából már ez vagy, és most már igazából nem leszel több, csak ugye az öregedéssel kevesebb, mert hát ugye eddig voltál nagyon pici gyermek, akkor egy nagyobb gyermekké váltál, még gyermekké váltál, fiatal váltál, aztán felnőtt lettél. És utána már lehetsz idősebb felnőtt, mert még idősebb felnőtt, de már más nem. Um, tehát ebből a tudatlan tisztában van, és el is adhat egy plusz falat, egy plusz görcsöt ahhoz, hogy mindenképp megpróbálod magadat sokkal jobban képviselni az életben, mint amit kellene. <laughs> Jó. Ugyanis a fő probléma itt szokott lenni, hogy ugye mész ki az életbe fiatalnak, um, szembesülsz azzal, hogy a sok mindent nem tud. Tehát honnan tudnád? Hát elkezdesz, úgy munkahelyet mondjuk, vagy egyetem, és utána elmész dolgozni. Hát igazából egy mindig is egy egy iskolában valahol egyfajta védettebb környezetben létezel, normális esetben. Tehát a kilépsz az életben, hogy azt fogod megélni, hogy az idősebb emberek, akik már 20-30 éve dolgoznak adott területeken, ugye teljesen egyértelműen sokkal jobbak, mint te. Tehát, hogyha érzékenyebb vagy, hogyha alapvetően vagy nem önbizalommal születtél, vagy ha volt is önbizalmad gyermekkorban, mondom, jó esetben minden gyermeknek van, anélkül, hogy lenne de a nevelésed is egyáltalán a különső hatásnak köszönhetően ez megtört, akkor egy kilépsz az életbe, ez a törés mélyülni szokott. És egyre inkább azt az észre, amit te is leírtál, hogy bénáz hogy szerencsétlenkedsz, hogy aggódsz, hogy előre a jövődre már félemeket vetítesz ki. Maga a folyamatom, hogy valahol természetes, az a probléma, amit te is leírtál, hogyha rendszeressé válik és folyamatosan azt veszed észre, hogy szinte minden lépést, minden döntést, minden helyzetet megmérgez. Megmérgez. Um, nézzük az önbizalomnak a másik formáját, uh, a tudatosabb önbizalmat, a valódi önbizalmat, fogalmazzunk így. Szerencsétlen megfogalmazások, de nem tudok jobbat. Um, ha az egyén megéli a lényét, de nem azt mondtam, hogy önmagát, mert ez félreérthető, hanem azt, aki, aki vagy. Tehát ha megéled azt, aki vagy, akkor a. Az önbizalom nem jelenik meg, de nem jelenik meg a kétség sem. Az almafa nem érez önbizalmat magában azért, hogy úgy de frankó almafa vagyok, mert olyan szép almákat termek, érted? <laughs> vagy nézd meg azokat az embereket, akik idézőben sikeresek, vagy látszalagosan önbizalommal teliek. Nekik sincs idézőjelben önbizalmak, akinek nagyon bizalom van, az általában visszatetsző, mert nem is önbizalommal inkább csak az egója nagyon vastag. Csak megjátsza magát. Tehát a valóban a sikeres emberek, akiket önbizalommal teli embernek nevezel, azok általában nincs önbizalmuk, csak nincs kétségük sem. Tehát eszébe se jut, hogy mikor cselekszik, akkor az nem fog sikerülni. Vagy ha eszébe jut, akkor is csak természetes módon, hogy felkészül arra. Hogyha nem sikerül, akkor így lépek, így hozom helyre a problémát. Tehát előre gondolkodik, és beleveszi a, a sikertlenség lehetőségét. Itt is így. De eszébe sem jut, hogy az fog bekövetkezni. Nem, nem, nem. Tehát a nagybetűs önbizalomtól duzzadó emberek, azok általában simán csak egyfajta torz egoizmus képviselnek, és ezzel a felpumpált önbizalommal próbálják elleplezni mind a világ, mind önmaguk elől a saját kétségbeesésüket, vagy a kicsinségüket, vagy az önbizalom hiányukat, vagy a kisességű komplexusaikat. Um, tehát maga az a határtlan, ez a tudatosabb önbizalom, ez igazából nem önbizalom, csak a kétségnek a hiánya. <laughs> Mikor az embernek nem üt eszébe, hogy kételkedjen magában. És kész, és meglépi ezeket a dolgokat, megéli az életét, cselekszik, és ennyi. Ezt nem lehet úgymond megszerezni, hanem ha valaki figyel önmagára, gyakorol, meditál, bármilyen úton, módon, lelkileg, szellemileg fejlődik, elmélyül egy vallásban, bármiben, és ezt átülteti a fizikai életébe is, tehát nem csak arról van szó, hogy a meditáció nyugalmát meg tudja élni a mester mellett a varlangban, vagy nem csak arról van szó, hogy éppen elmegy egy kurzusra, egy táborra, és akkor ott a figyelem gyakorlása közben tudatossá tud válni, jelenlétté válik arra a pár másodpercre hanem ezen már túlmutat, és tényleg az életében is képes egyfajta meditatív állapotban létezni, maradjunk a példánál, vagy tényleg a, a hit a teremtés, a vallás mélységében tud létezni, az életében is, akkor ebben az állapotában, a jelenlét végtelen állapotában tud cselekedni, és akkor nem fog megjelenni a kétség, eszébe sem fog jutni. Érthető? Tehát maga ez, amit te keresel, állapotot, ez a tudatosság útján, egyfajta melléktermékként fogalmazzunk így, megjelenik. megjelenik. Akkor sem válik is igazából stabilált. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy olyan leszel, mint egy önbiztosulomtól uzadó robot, vagy mint egy kétségmentes robot, mert ez nem igaz, mert ha az ember sosem érez kétséget, ott nagyon nagy baj van. Tehát nem probléma az, hogyha olykor-olykor tényleg úgy leülsz és elgondolkozz azon, hogy oké, most ezt akarom tenni, vajon ez jó lesz-e? Tehát nincs ebben semmi probléma. Ez megmarad, egy tudatos embernél is ez megmarad. De ez a fajta romboló kétség, amit írtál, hogy folyamatosan belemerülsz negatív gondolatokba, és az elkezdesz félni, hogy elcseszed, és akkor általában el is cseszed. <laughs> Most nem káromkodom, csak idézek. <laughs> tehát, tehát akkor ez nem jelenik meg, oké? Okay? Tehát ilyen téren megoldás, ad egy, nem rossz a tudatosság útja. Hát kettő. Fiatal vagy, tehát is igazából nem kell még nagyon belevágnod a nagy gurúvá válásba. Lehet a fizikai életben is változtatni ezen a problémán, és fejlődni ezen a területen. A következőt javaslom. Az önbizalom emberi megoldása fogalmazni, így ez mindig két irányú. Egyfajta tudatos munka, és egyfajta öntudatlan munka. Fogalmazzunk így. A tudatos munka egyszerű. Nézd meg azt, hogy te, mint ember, te mikor éreznéd magadat úgy, hogy azt mondod, hogy na igen, ez, ez vagyok én. És itt most kifejezetten a külsőségekre gondolok. Tehát, hogy mikor érezned azt, hogy azt mond magad, hogy hú, igen, így szeretnék kinézni nőként, 10 kilóval könnyebben, 10 kilóval nehezebben, ilyen hajjal, ilyen stílussal, ilyen megjelenéssel, ilyen attitűddel. Um, rakd össze ezt a képet magadban, és valósítsd meg. A mai világban már mindent lehet idézőjelben mondva, magyarán nyugodtan meg tehát az elkezdesz változni. Elmész sportolni, hogyha akarsz, leadsz pár kilót, felszesz pár kilót, új ruhatárat nézel magadnak. Nagyon fontos, hogy az emberi önbizalom kialakulásához szükség van arra, hogy valamilyen szinten a világtól elismerő visszajelzéseket kapj, és a világ első körben a külsőséget nézi. Tehát, és itt most nem azt jelenti, hogy a világ elvárt, tőled elvárt külsőségét úgymond vett fel és játszd el, nem, hanem arról van szó, hogy te nézd meg, hogy te, aki vagy itt és most, aki megérte ezt az e-mailt te, aki vagy, te hogyan lennél igazából valódés és önmagad, és azt a külsőséget, azt érdel, és emellett pedig valóban, miközben idézőjelbe kilakítod az új mimikridet, hangsúlyozom, idézőjelben értem ezt, ekközben igenis nyugodtan nézd meg azt, hogy mi az a, mik azok a formák, mik azok a trükkök, amire a világ reagál nő vagy neked, ez nem fog problémát okozni, hogy igenis valamilyen szinten lehengered a világot azzal, hogy megjelensz hogy ott vagy, hogy a kisugárzásoddal beteríted az embereket, az aurádat, úgymond kiterjeszted és begyűjtöd az elismerő nézéseket, pillantásokat, vagy akár éppen a irigykedőket is, persze. Úgyhogy erre nyugodtan adj, szállj rá időt, és ezt valósítsd meg. Ugyanis, ahogy mondottam volt, az ember önbizalom első, lépése, első lépésnek egyike az, hogy igenis meg kell tudnod élned azt az érzést, hogy a világ téged elismer. Nem baj, hogyha ez a külsőség miatt van, sőt, újra mondom, a világ a külsőségre tud figyelni. Oké, okay? abszolút nem probléma, tehát ezt nyugodtan hajts végre. Um, kettő. Emellett igenis figyelj arra, hogy ö, olyan emberekkel vett legyenek olyan emberek körülötted, és lehet, hogy csak olyan emberek, vagy minél több olyan ember legyen körülötted, akivel szívesen beszélsz, akivel jó beszélned, <laughs> és ezek az emberek önök legyenek, akiket jól is essen hallgatni. Olyan emberek legyenek körülötted, akiket szívesen teszel jobbá, és akik ők is jobbá tesznek téged. Tehát akik segítik fejlődésedet, nem pedig visszahúznak. Könnyen lehet, ha a barátaid idézi, a barátaid száma lecsökken, megeshet. De ez, ez fontos. Fontos, hogy olyan emberek legyenek körülötted, akik, akik mert el tudod engedni magadat, mert tudtad töltekezni egymásból, csak a lényetek által de akik látják a folyamatot, amit benned zajlik, és megértik, és támogatják, még esetleges akkor is, hogy nekik valamiért nem tetszik, hiszen aki egy barátod, aki már 5-10 év megszakadt olyan, aki most vagy, lehet, hogy nehezebben fogja megemészteni azt, hogy te fél év alatt hirtelen megváltozol, más lesz a hajszíned, más lesz a viselkedésed, igenis más lesz az értékrended. Hát, hogy a fenében -e? De ez is fontos. Jó. És emellett pedig van egy öntudatlan folyamat, ugye, amikor, amiben szintén. Ez pedig a következő. Örömet kell az életedben. Ö, így nagyon távolról az látszik, hogy sokkal kevesebb örömet tudsz meg az életben, mint amit, amit meg kéne élned. Most a meg kéne idézőjelben Ugyanis az örömmel, a boldogság érzéssel, a felelőtlen könnyedség érzése megszületik. Már pedig ugye neked a felelőtlen könnyedség érzéssel van problémát, hogy akkor is megjelenik a teherérzése, amikor még nincs is ott a helye. Ugye előre aggódsz, előre félsz, hogy mi lesz, hogyha, mi lesz, hogyha majd. Nem az a gond, ha valaki aggódik, a gond ha az, ha nem jókor. <laughs> Érted? Um, ugyanis nagyon fontos, hogyha töltődsz, örömökkel tudsz megélni az életedben, akkor, uh, akkor sokkal nehezebben fog megszületni benned a kétségérzése, vagy ha meg is születik, sokkal gyorsabban, könnyedebben odébb áll. Legyőzni nem fogod tudni, de az öröm hatására úgy elúszik. Az öröm, ez egy jó, intenzív öröm, az olyan, mint egy a sodrás a folyóban hiába kerül szemét a vízbe, elviszi. Um, azért az abszolút emberi örömök is lehetnek, tehát persze nyugodtan menjen táncolni, ha szeretnél, szórakozni, bulizni többet, tanuld meg élvezni jobban a szexualitást, de élvezhetsz teljesen más örömeket is, tehát intellektuális örömeket is, szokjál vissza az olvasásra, ha gyerekkorban szerettél olvasni, vagy ha most is szeretsz, um, menj el koncertekre. Tehát egy emberi életed legyen, amiben örömet tudsz megélni, ez nagyon fontos. És, utána ez megvan, utána ez az örömet próbáld átvinni a társadalom életedben. Tehát az önbizalom, az emberi önbizalom megszületése és a táplálása egy jelentős mértékben azon múlik, hogy mennyire tudod megélni önmagadat a társadalomban, az emberek között. Tehát vidd át az örömet később a környezetedre, barátokra, a munkahelyre, hogy igenis azt érezd, hogy a közösségnek egy, egy olyan tagja vagy, akit, akit az emberek számolnak. És ez is egyfajta plusz önbizalmat, hogy fogalmazzunk úgy, egyfajta öntudatlan önbizalom megszületését adja, hogy az emberek meglátják benned a nagyságot. És ebben az a szép, hogyha az nagyság idézőjelben ott sincs, akkor is ott lesz. Mert az emberek megteremtik. Hát, hogy a fenében -e? Rendben van. Tehát ez, ez, ez a két út, ez szokott működni. Ez egy hosszabb folyamat, rá kell legalább egy évet szerintem. Természetesen, mert elmehetsz, találkozhat szakemberekkel, heti egy alkalom egy, egy jó pszichológussal, vagy egy, egy olyan kereti olyan bölcsességet is, is ismerő mesterrel, aki azért a pszichológiában is jártas. Tehát aki egyfajta terápiás jelleggel fel tud vállalni, mondom heti egy alkalom minimum, esetleg kettő, de heti egy minimum. Um, az is segíthet, mert ö, megéri visszabányászni a gyermekkorra, megéri felfedezni összefüggéseket, hogy esetlegesen hol kaptál töréseket, anyukád, apukád mit mondott, akkor testvéred esetlegesen mit reagált, hogy az első próbálkozásoknál a fiúkkal mit történt. Ezekkel tisztába kerülsz, akkor ez nem oldja meg a problémát, de sokszor segíthet, amikor egy hasonló helyzetbe kerülsz majd most már felnőttként, és akkor beugrik, hogy ja, hát persze, most ezért ezért tört rám a kétség, és ezért szenvedek, és akkor rájössz, ez mekkora hülyeség. Tehát ilyen téren segíthet egy, egy, jó szakember is. De valójában csak azért nem árthat, mert nem engedi meg, hogy félúton a bajt, úgymond a változást, a fejlődést, mert egy ilyen tudatos változás, amit az ember önmagában szeretne elérni, az nagyon nem könnyű. Tehát kitartás kell hozzá, odaadás, Energia és általában a többi ember, vagy legalább néhány embernek a támogatása. Oké. Tehát ezt próbáld meg, hallgass meg újra egyszer, kész, amit mondtam, és akkor ő, nyugodtan állíts össze magadnak egy, egy rendes idézetet, táblázatot, fogalmazunk így, lépéseket, hogy hogy legyen a tudatos, az öntudatlan változás, mi az, amit tenni kell ezért, mi az, amit tenni kell azért, és akkor szépen halad és indulj meg. Oké. És végül, római három. Könnyen lehetséges, hogy, hogy maga az életed úgy alakul 5-10 év múlva mondjuk, hogy olyan munkáköröket teljesítesz be, olyan emberekkel, férfiakkal, nőkkel találkozol, akik ezt a munkát, amit most elmeséltem, idézőelve, de elvégzik. Magyarán könnyen lehetséges, hogy 5-10 év múlva egyszerűen azt veszed észre, hogy úgy változol, majd arra felé változol, hogy egy önbizalommal teli emberré válsz, akinek már a kétség a nyomába sincs, és már tényleg csak megy és és csinálja és halad, és teremt. Nem lehetetlen. De azért érné meg ezzel a kérdéssel, mert ad egy, ugye a lehet, mint olyan játszik szerepet, tehát az életünket ne dobjuk föl mindig feltétlenül a ruletre. <laughs> át kettő, ha azt a kérdést ilyen szinten feltetted, és ilyen szinten képes voltál megfogalmazni, ez azt jelenti, hogy látod a problémát, illetve tudod azt is, hogy ez a probléma az életed következő néhány évében akár a kerék kötője is lehet, az életed kerekének. Tehát, hogy, hogy megéri foglalkozni vele. Oké? Próbáld meg azt, amit elmondtam, és meglátjuk, hogy milyen eredménye lesz. Egy néhány hónapon, fél éven belül már lennie kell, lennie kell valami pozitív hatásnak, hogyha végigköveted ezeket a lépéseket. Jó? Aztán persze lehetséges, hogy na, nem így fog működni, de azáltal, hogy odafigyelsz magadra, hogy próbálod, azáltal le fogod tudni mi az, ami nálad működik abban, amit mondtam, és mi az, ami mondjuk nem. És akkor rá fogsz arra, hogy hogyan csináld. Jó, mert ez a lényeg igazából az életben, hogy tegyél rá arra. <laughs> hogy hogyan csináld. No, jók léte.